Ünnepélyes keretek között alkalmi műsorral nyílt meg az új napközi otthon Horgoson. Amit itt sikerült az elmúlt röpke 4 hónap alatt véghez vinni, az a szociális védelemben lehet, hogy csak egy aprócska lépés, de számunkra, horgosiak számára, község számára ez mérföldes lépés. Engedjék meg, hogy egy 19 tételből álló listát felolvassak. Ezen szerepelnek azok a személyek, akik intézmények, igazgatási szervek, akik hozzájárultak épületünk felújításához, donációval, pénzbeli segítséggel, önkéntes munkával, és fáradhatatlanul dolgoztak azon, hogy a mai falu napra elkészüljön intézményünk egy újabb részlege. Azt hiszem mindenki számára egyértelmű, hogy a lista első helyén a Magyarkanizsai Önkormányzat áll. Nagyon szépen köszönöm. A továbbiakban nem fontosság szerint állítottam a sorrendet, de viszont másodiknak a Magyarkanizsai Csempegyárat, a keramikát szeretném megemlíteni, ugyanis önzetlenül 105 négyzetméternyi padló és fallapot csempét biztosítottak számunkra díjmentesen. Baupartner építőipari vállalat vezetőigazgatója Kovács József. Nagyon szépen köszönjük. Magyarkanizsai Dibex Fatelen. A épületünkön belül a festést, a gyönyörű festés és mázolást a Piktúra vállalkozási szervezet vállalat végezte, Újhelyi Ákos állapot. Az elektromosság, tehát tudniuk kell, hogy az egész épületben a elektromos vezetékek felettek, azok újabb felettek kicserélve, Béta Elektronnak köszönhetően Árok István a tulajdonképpen. Meg kell említeni egy örökbecsű kanizsai könyves ember nevét és a munkásait, ő pedig Fazekas Tibor. Dudás Zoltán. Vállalkozó mindenki számára, bár is az itteniek számára, de nem csak az itteniek számára ismerős Dudás Tréd vezetője. Balázs Püri Gábor, a Horgosi Patelási tulajdonosa. Csikos Walter és Csúcsics Vladimir, Csúcsics gázszerelő. Szekeres Antal bácsi, nyugdíjas, bádogos. Horgosiak Horgosért civil szervezet. Szülei értekezleten elhangzott már ez a tény. Nagyban segítették munkánkat nevelési végzés alatt lévő fiatal korú felhasználók. Szabadkai Caritas egy gázkályhát adományozott nekünk. Köszönjük, Rizs Gábor! Horgosi Samu öntöde. Természetesen és nem utolsó sorban a horgosi helyi közösség. Horgosi önkéntes tűzoltó. A Magyarkanizsai Kommunalac közvállalat. Vatropremen Csubriló Zoltánnak. Valamint Tiszántúlról Lalex törökkanizsa laminát, padlót forgalmazó cég. Tehát 19 név, vállalat, vállalkozó van ezen a listán. Ezek mind-mind különböző személyiséggel bíró személyek és egyének. A szinkronizálása, összehangolása a munkájuknak hát kisebb művészet volt. Az önkormányzatnak, ahogy eddig is, továbbra is a családok és azon belül a rászorultaknak a megsegítése egy fontos irányvonal, hiszen itt nem csak a bentlakókon segítünk, hanem a bentlakók családtagjain is igyekszünk segíteni, hiszen mindenféleképpen nekünk is az a
az a célunk ezekkel a projektekkel, akár legyenek azok hazaiak, akár legyenek azok nemzetköziek, hogy tudjunk egy olyan támaszt adni azoknak, akik itt vannak velünk és itt maradtak, itthon maradtak velünk, hogy úgy érezzék, minthogyha a szolgáltatások, és ezen belül most a szociális szféra olyan minőségű szolgáltatásokat tud nekik biztosítani, amik már megközelítik a nyugati színvonalat. Hát természetesen azért az épületen látszódik, hogy ez nem így van, viszont azok, akik szakmailag itt vannak velünk, és minden nap a munkájukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy ez az intézmény jól tudjon működni, én úgy gondolom, hogy ők már azt a színvonalat tudják biztosítani, amit akár nyugaton is elvárhatnák. Úgyhogy mindenkinek köszönöm a munkáját, köszönöm az önkéntességet, köszönöm az időt, köszönöm a türelmet, és természetesen azt is köszönöm, hogy támogatják ezekben az elképzelésekben az önkormányzatot, és nagyon remélem, hogy mindenki egészségben tudja majd használni ezt az épületet. Köszönöm szépen mindenkinek! Vásár Róbert is azok közé tartozik, akik eddig Magyar Kanizsára jártak be, ám a felújított épületnek köszönhetően most már minden nap foglalkozásokon vehetnek részt. És itt fogok járni, igen, hát nagyon jó lesz, én örülök neki, nagyon is. Mit fogtak csinálni, mit mondtak? Lesz itten szappanműhely is, gyertyaműhely, meg lent a pincébe gomba. A Horgos központjában lévő épület mintegy 1 millió dinárból lett felújítva és szappan műhellyel, valamint egy gombatenyésztésre alkalmas helyiséggel is bővülni fog. A felhasználókkal Magyar Kanizsa községbeli szociális védelmi szolgáltató központ két munkatársa fog foglalkozni. Nagyon fontos volt, mert nagyon kevesen vagyunk ugye napköziben, mint nevelők, és nagyon sok fiatal felhasználónk van, aki ugye minden nap szeretne jönni, tehát a szülőt tehermentesítsük ezáltal, ezért nyílt ugye ez a napközi, hogy minden nap tudjanak részesei lenni ennek a napközinek. Az új napközi célja, hogy a 10 horgosi sérült vagy hátrányos helyzetű gyerek és fiatal ezáltal heti két nap helyett 5 napon keresztül kapjon színvonalas foglalkoztatást. Az igény hajtott rá bennünket, hogy itt is megnyitjuk a Bárka egyet, mert Kanizsán van a Bárka, itt lesz a Bárka egy, és alapjában véve közelebb hozva ezt a fajta szolgáltatást Horgos lakóinak és környékének. A horgosi épület, ahol most vagyunk, ennek az épületnek a berendezési tárgyai is a pályázatból sikerült megvásárolnunk, valamint a szappankészítő műhely felszerelésének megvásárlására is nyújtott lehetőséget ez a pályázat. Ezáltal 3 védett munkahelyen rendelkezik már a központunk, és mindennek a 3 védett műhelynek az eszközeinek és az alapanyagainak a beszerzése 550 ezer dinár volt. A 3 védett munkahelyen 19 megváltozott munkaképességű személyt tudunk foglalkoztatni.